az oltári szentség átvétele következik. A Szent Atya tömjén tett a füstölőbe. Megtömjelezi az oltári szentséget. Ezután pedig majd elviszik az oltári szentségét az őrzésének helyére. Ezzel is szimbolizáljuk azt, hogy Jézus elvonul a maga magányába, elindul azon az úton, amelyen mindentől megfosztatik. Magára marad, magára hagyják a barátai. Aquinói Szent Tamás által írt himnuszt énekelünk, az oltári szentségről a Pángelingvát. Zengedj nyelv a dicsőséges test titkát, s a drága vért, melyet hullatván értékes váltságul az emberért, a föld ura a felséges még gyümölcse nem kímélt. Egünk küldte, s nekünk szülte tiszta szűz szeplőtelen, köztünk élt és hinté földre az igét, mely jót terem. A csodás szertartással ülte búcsú estjét itelen. Mert a végső estebédet tartván ő és társai együtt a törvényes étket jámborul fogyasztani, étkül a tucatnyi népnek önmagát osztotta ki. És a kenyeret testévé igézte az igetest, s a bor lett Krisztus vérévé magyarázni ne kerest. Hit dolga és igaz szívé, hogy erősen tartsa ezt, azért kell a nagy szentséget leborulva áldani, és a régi szövetséget új rétussal váltani. Pótolják a restérzéket, a merész hit szárnyai. Az Atyának és Fiának légyen áldás, dicsőség. Üdv, hozsanna és imádat, újongások hirdessék, s aki kettejükből árad, a lélek is áldassék. Nagy csütörtök estéjén tehát az oltári szentségben itt marad Jézus a magányában, és mindenhol nagyon szép szokás, hogy a hívők nem adják Jézust magára, hanem éjszaka vérasztanak vele. A holnapi szertartás keretében lesz majd áldozási szertartás is nagypénteken, amikor az Úr halálára emlékezünk, akkor az egyház nem mutat be szent misét, hanem ige liturgiát végez, meghallgatjuk a passiót, a szenvedés történetet, hódolunk a Szent Kereszt előtt, és magunkhoz vesszük a föltámadt Krisztus testét. Holnap majd innen az őrzési helyéről fogjuk
az áldozáshoz az oltári szentséget visszahozni.